Hát sziasztok, nem minden országban ért véget az átigazolási idény, sőt van olyan, ahol még az elején járunk. Úgyhogy nagyon nagy meglepetésre, ugye robbant a hír, hogy a kiváló magyar csatár Kosta Mark, az Ulsan Hyundai dél-koreai csapatba került, és ha azt gondoljátok, hogy ez valami szokásos vicca Garázda Martinna, meg a többiekkel, akkor nézzetek utána a sportsajtóban, és látni fogjátok, hogy igaz. Ez egy nagyon nagy lehetőség a fiatal zalegerszögi támadó számára, aki egyébként ugye mezőkövesben, Újpesten is megfordult, és mindenhol gólerős volt a magyar mezőnyből szerintem kiemelkedő játékosról van szó. Mert hogy az Ulszán Hyundai, amelyik a 80-as években jött létre, és ez a nagyon kis gyenge autógyára, Hyundai mögötte, egy nagyon biztos alapokon álló, álló, gárda, többszörös bajnok, illetve Ázsia kupa győztes, tehát ez körülbelül olyan, mintha, mintha Európában mondjuk a Liverpool, vagy a, a, a Manchester, valamelyik Manchester igazolná le a, az aktuális játékost. Hát nyilván a, az Ulszán összevetve a manchester játékerébe játékerejében messze nem olyan jó, de Ázsián belül, Ázsián belül számít úgy mint a Manchester Európában. Ennek a csapatnak a legjobbja az edzője egyébként, az edzője a Hong, aki, aki négy világbajnokságon is játszott, aztán Amerikában is idegen légióskodott, és annak idején, amikor a Pelé összeállította a világtörténelem legjobb játékosainak listáját, akkor a legjobb 120-ba betette ezt a söprögetőt, az egyetlen koreai játékost egyébként, ugye mi inkább a Bunkuncsa nevű kóreit ismerjük, mert ő ugye sokat játszott Európában légiósként, de hát a Hong az egy nevezetesebb 29 es születésű, egy nevezetesebb játékos, egy betonhátvéd, tulajdonképpen egy nagyon okos játékos volt. Hát a csapatban fiatalok, főleg fiatal koreaiak játékosok játszanak, tehát a Costa Márka az meg fogja tanulni azt, hogy mit jelent egy ázsiai edzésmódszer, mit jelent az a hihetetlen kemény, a, németekkel összevethető hajtás, ami a, akár az edzéseken is van. Hát én remélem, hogy bírni fogja. Ugye nem véletlenül vették őt meg, mert van egy Vakó nevű grúz játékosok, aki nem túl jó középcsatár,

És van ugye egy brazil, aki kölcsön van adva nekik, de nem tudom, hogy mikor jár a kölcsönszerződése, de mindenképpen ugye az ő alternatívájaként is lehet számítani Kosztamákra. Úgyhogy én azt remélem, hogy Kosztamák játszani fog. Ugye ott a bajnokság elején vagyunk, és az Ulszán vezeti a bajnokságot, de második helyezetnek az Incheonnak is ugyanannyi pontja van, mint az Úszánnak, Tehát itt komoly hajtásra van kilátás, és utána, amikor véget ér az első kör, akkor jön a playoff, ahol a legjobb hat csapat fog kerülni, ott is ugye 12 csapatos a bajnokság, és hát nagyon reméljük, hogy a Kosztának először is lesznek meccsei, aztán pedig amikor lesznek meccsei, akkor gólokat rúg, és a gólokat rúg, akkor akár a Márko Rossi figyelmét is, figyelmét is magára. Ugyanis bármennyire is fáj ezt kimondani, de a koreai bajnokság egy 20-30 kal jobb, mint a magyar, és sokkal jobban fizetik a játékosokat. Tehát igazából itt egyáltalán nem ritka az, hogy brazil, Argentín, svéd, román, mindenféle játékosok fordulnak meg, az Urszám viszont csak nagyon jókat vesz idegen légiósként, tehát a kerete alapvetően saját játékosokon alapul, és ha megnézzük a kezdő csapatát, akkor egy-két külföldi szokott benne játszani. Ezt azért mondom, hogy tudjuk kellőképpen értékelni a Costa a sikerét. Úgyhogy hajrá Costa Márk, reméljük ez egy belépő is lesz a magyar válogatottba 25 éves magyar csatának, pont jó korban van egyébként, még megmutathatja pár évig azt, hogy ő nagyon jó játékos, és ezzel egy kicsit pénzt is kereshet, ezt se tagadjuk le, ez is egy fontos dolog. Na hát nagyon köszönöm, hogy hogy meghallgatod a videómat, hajrá már, Márk, hajrá Magyar Labdarúgás, és ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, ha még jobban tetszett, kérlek iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban tetszett, arra kérlek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt számla számlaszámon, vagy nyomd meg a, a, szuper köszönet gombot, ez olyan, mint egy kávéra hívnám meg, hajrá Magyarország, hajrá Magyarok, a jó Isten áldjon meg, mindenkit köszönöm.